Sziasztok! Asus CU 4K30 Capture Card. Erről a Capture Cardról már csináltunk egy videót, hiszen már régóta kim volt, viszont az beta verzió volt, ami nálunk volt. És mivel néztünk már meg itt a csatornán több Capture Cardot is, hiszen most már egyre nagyobb a felhozata, mondottuk miért ne, nézzük meg még egyszer ezt a tuffot, változott-e valami ahhoz képest? Spoiler, nem. Az eszköz maga 4K 60 Hz-ig támogatja a pass-through-t, 2K 144-ig és 1080p 240 Hz-ig. Ez a pass-through. Streamelni pedig 4K 30, 2K 60, és azt hiszem Full HD-ba 120 FPS-ig tud. Azért ez nem kicsi teljesítmény. Nézzük, hogy változott-e valamit, mondja nekünk a beta volt. Van hozzá egy ilyen kis USB-A-C átalakító, ugye a C-s kábel, de hát ez a legjobb ugye benne. Nézzük, mi van még benne, és ugye egy HDMI kábel, ez egy 1 méteres HDMI kábel. Illetve, ja igen, a jack-jack dugó, ugye ez a kis eszköz támogatja, tehát több jack van rajta, ha konzolon játszotok, akkor a party chat mehet tovább. Na, de nézzük magát az eszközt, gyereki. És azt nézem, hogy itt van nálunk a beta. Na. Jó. Bal kezemben van, amíg beta volt, egy beta szoftvert is használtunk, úgy kaptuk. Jobb kezemben pedig már a final. És hogy látjátok, szinte semmi nem változott színbe, és ugyanaz az aluborítás, két HDMI, egy Type-C, ugye a két jack, hogy halljátok a hangot, és mehessen a party chat is. Illetve ugye, hogyha bedugjátok, ezt mutatjuk, de ez már a teszt videónkban is volt, ugye RGB, kis RGB visszajelzése van, hogyha esetleg live streameltek, akkor tök jól néz ki az asztalon. Illetve nekem külön tetszik még mindig ennél a Capture Card-nál, hogy alu. Ugyanis amikor ilyen teljesítményű a Capture Card, azért tud melegedni, viszont az aluház nagyon frankon lefolytja ezt a melegedést. ipon.hu